Sziasztok, fiúk, lányok! Szép jó estét kívánok mindenkinek ezen a szép, most már így már tavaszias szombat délután, kora estén. Spiritfarer! Nem tudom kifejezni, hogy én ezt a játékot mennyire szeretem, megszerettem tavaly. Tehát kvázi ilyen Stardew Valley szintű szeretet lakozik a szívemben ez iránt a játék iránt. Most ezt fogjuk kvázi itt végigjátszani streamben. Az ötlet egyrészt azért, mert ezt a játékot szeretem és szeretném nektek megmutatni, és egy ilyen jó kis gameplay session csapunk belőle. A másik dolog, hogy most így a Mr. Prepper kapcsán így előrévet bennem, hogy ez azért sokban hasonlít, és mivel a Preppert szerettétek, gondoltam, akkor talán ezt is szeretitek, és szerintem ez még egy jobb játék is, mint a Mr. Prepper, szóval... Most volt egy kis nyitány, úgymond, egy fél órát itt ment a stream. Addig legalább gyűltetek. Én meg megvacsoráztam. Szerintem ezt megpróbálom itt tartani, hogyha nem probléma a részletekről, hogy nem ilyen 5 percen belül kezdődik a stream elindítása után a dolog, mert tényleg azt látom mindenki másnál is, hogy így gyűlnek az emberek ez alatt az idő alatt, és nem az van, hogy így elindulok 3-5 nézővel, és akkor így kvázi úgy az első órában érjük el azt a az első óra vége felé érjük el az üzemi hőmérsékletet, és akkor még egy órát streamelek, és akkor utána mindenki úgy néz, hogy mi van, ezért jöttem, hanem akkor úgy az első fél órában így elkezdjük a streamet, így gyülekeztek, beszélgettek, csetelgettek, stb. Aztán utána én így becsattogok, és nagyjából egy 20-30 perc után akkor kezdjük a mókát, mint most, és akkor 2 óra onnantól, és akkor már vagytok valaványan legalább. Ja, meg akik nem kapnak értesítést Twitch-komától szokás szerint, akkor azok legalább nem maradnak le semmiről, vagy legalábbis nem sokról. Igen, az ütemezést, tehát az a baj, hogy nem tudom ezt így 100%-ra tartani, mert így élet, család így beleszólhatnak a dolgokba. Igyekszem most már azért ez az ütemezéshez így jobbára tartani magam, tehát hogy most hétvégenként a délelőtti idősávból átköltözünk a... Bocsánat, meg kell igazítanom valamit. Remélem nem omlik le a monitor. Ez az jó. Jó, az történt, hogy a gyerkőc kiöntötte a cukros üdítőt itt az asztalomon. Hál' Istennek nem ment tönkre semmi, de így a monitornak a talpa az így tocsogott, és most kicsit odaragadt az asztalhoz, és most látom, amikor meg akartam igazítani. Szóval na, próbálom magam tartani így az ütemtervhez. De akkor így hétvégenként most ilyen 6-7 órás kezdéssel lehet számolni, ami megmarad a hétköznapokra is, ez a 6-7 óra, hétfő szerda, és random streamek meg így este 10 után. Az éjszakai bagoly kommandó osztagnak. Jól van. Na, akkor szerintem eleget beszéltem, kezdjük is a Spiritfarert. Jaj, de szeretem ezt a játékot. Hangosabbra veszem a zenéjét, mert nagyon jó. Ha esetleg túl hangos lenne a játék hozzám képest, akkor szóljatok. Imádom ezt a játékot, egyszerűen annyira lelkedbe válj. És hát a Thunder Lotus-ék készítették, akik a Jotunt és a Thunderedet is készítették. Mind a kettőt nagyon szeretem, a Thunderedet különösképpen. És hát ez a játék, ez kvázi így a legjobb eresztésük ez idáig. Hát ja, Jotun, Thundered és Spiritfarer, kb. Így. K-
kicsit görög mitológia, de igazániból nincs benne így több. Tehát, hogy van itt Káron a révész, és akkor így kifújt. Na, ő a lélek révész, az előző lélek révész. Pár dolgot még csinálnia kell. És mi leszünk az új révész. A cicánkkal. Stella. És Stella a nevünk. Annyira szép ez a kézzel rajzolt animáció. Na most mondja el, hogy majd nekünk kell átkísérnünk a lelkeket a túlvilágra. Akkor felkészültek a lelkek, akkor elhozzuk ide őket, és akkor hát kvázi tovább lépnek. Mert ugye ezek olyan lelkek, ide kell elhúzni ez a híthoz. Everdor, az örök ajtó. Itt kezdődik és végződik minden. Most adja oda a fényt. Beugrott a macska. Hozott magának egy tarcsit. És az a jó, én ezt a gyerkőccel Nintendo Switch-el játszottam, ezt a játékot nagyon sokat, és így tök jó ilyen lokál co-op, tehát hogy egyik van a macskával, a másik pedig Stellával. Elveszett lelkek sorsa rajtuk múlik. És itt tök jó, ez a játék is így fokozatosan nyílik majd ki. Kell találnunk a hajót. Én ezt a játékot nem játszottam végig Nintendo Switch-en, de nagyon sokáig eljutottam benne. Tehát, hogy most kvázi újra kezdem nektek, veletek. És végig is akarom játszani így streamben. Na, és akkor itt elválnak az útjaink Káronnal. Húzta a csíkot. Na, hát akkor itt volnánk. Szóval a hajót kell megtalálnunk. Huh.
Hoppá, na. Na és ez egy lélek. Egy elveszett lélek. Ő lesz a szarvas kisasszony. Az első lakója a hajónknak. És az a jó, hogy így többen így ismernek minket életünkből. Vagy hát nem tudom, hogy mi hogy kerültünk ide Stellával. Valószínűleg meghaltunk, az kiválasztottak minket révésznek. De hogy tök jó, hogy van ez egyfajta purgatórium, ahol ugyanúgy megy tovább az élet. Egyébként egy ilyen tök érdekes koncepció, tehát hogy mi van, hogyha ez az életünk is itt egyfajta purgatórium egy előző életnek, és akkor innen, amikor megyünk tovább egy újabb létsíkra, az úgymond egy újabb purgatórium lesz, és akkor így folyamatosan váltunk a létsíkok között. Pszichológusok is segítették a játékfejlesztést? Na, ezt nem is tudtam. Hetek óta Szardinián és cigarettán él. Meg az is tetszik, hogy azért így szépen így csepegteti azért így a felnőttesebb témákat is a játék. Meg hát ugye az egész játéknak ugye a mondandója az iszonyat mély. Tehát ez a elengedés, megbékélés, önmagunkkal, elfogadás. Na és itt lesz a csónakunk. Hát látott már szebb napokat is. Lényegül. Ez nem platformjáték, hanem inkább egy ilyen life sim. Kicsit menedzser, kicsit platform, kicsit life sim. És a Jobbik fajtából. Kicsit mindig aggódom, amikor egy játék úgy egyszerre több dolog is akar lenni. Mert általában sokszor találkoztam azzal, hogy jó, de semmiben sem igazán jó. Tehát, hogy úgy eljátszol vele, de nem érzed azt, hogy úgy itt igazán valami komoly, mély dolog van benne. De ez a játék, ez így sikeresen lehozta nálam legalábbis. Öleljük meg. Meg vércuki. Olyan szépen van meganimálva benne minden. Na, minden tiszta szemét, ezt mindjárt eltakarítjuk. Megyünk Alberthez. Aki egy cápa lesz, és ő a hajó készítő. Gázgatok, mert miért ne?
Hát valamivel el kell ütni itt is az időt. Szia, Robin! Cica is tudám horgászni, ez a jó. Egy öreg bakancs. Még egy öreg bakancs. Orival persze! Mind a kettőt többször is végigjátszottuk. Na igen, ha van még igazán gyönyörű játék, akkor az Ori az az. A hajót egyébként a nyakunkban lévő ilyen örökfény tartja egyben meg mozgásban. És ez tök jó megmagyarázza azt, hogy ha leesnénk a hajóról, akkor miért állna meg instant. Hát kvázi, hogy megvárjon minket, de hogy... Na. Upgrade shenanigans. Na, meg is jöttünk. Ja, és itt mondja is. Meg mondom, ennek a játéknak olyan jó hangulata van. Van benne egy rakat számomra, ami így mi az a kis stúdió, vagy a, mi az, akinek a Ghibli stúdiós meséket idézi. Főleg inkább ez az építkezés, tehát ez a szedett-vedett tákolmány hajó, ahogy majd ki fog nézni, az nagyon hasonlít. Na, megjöttünk. Albert hajókészítő dokja. Nem tudom, nem is tudom melyikben. Ja igen, hát a Chihiro Szellemországban, ugye ott a Jubabának a fürdője volt, ilyen nagyon-nagyon színes össze-vissza kavalkád, meg a vándorló palota, abba volt még ugyanez, de ott az így tök jól vegyült a palotának az a káosz kinézete azzal a germán-európai stílussal, ami megutta az összes többi más épületet jellemezte, ez a 19. század vége, 20. század eleje stílus. Na, itt a cápa. Kapjuk meg az építő asztalt, vagy a tervrajz asztalt. A többi ez már anyag kell, meg pénz. Mm-hmm.
De még nincs dupla ugrásom. Jaj, ne már! Nem lehetne egérvel. Jó, azért látszik némi konzolos utánérzés, vagy érződik. Volt csatornán nincs az Ori, tehát az Orit azt én így itt privátba játszottam végig. YouTube csatornán van róla pár videó, de kutya se nézte meg annó. De majd végig játszhatjuk esetleg itt, ha van rá igényetek. Azt a játékot is így nem győzöm. Elégszer újra játszani. Építeni kéne egy vendégházat, csak ez Bright Jelly kell. De nem, ez az. Na, megépítjük ide az a vendégházat. Ebben elkaristol majd egy picit már Stella, vagy hogy hívják ki ez? Itt laknak először, még meg nem építjük a saját kis kérójukat, és mindenkinek külön lesz. Kellene még egy konyha. Meg kellene zselé. Hívják, jó. Így néz ki belülről. A képünk azért benne van. Igen, a konyha kell most. Még egy kis kerteket lehet majd lerakni. Ez vagy tök jó. És oda kell mennünk zseléért. Na go! Addig megyek horgászom. Ezek a lelkek zabálnak, tehát így folyamatosan etetni kell majd őket, majd figyeljétek meg. Mindenki mást szeret majd, meg így egyre több kaját fogunk tudni csinálni, tehát hogy ebbe is egy olyan jó kis főzőcske van. Nincs túl bonyolítva, de van recept bőven. Meg hát a hajót fejlesztjük, különféle épületek vannak, mindegyikbe kvázi egy ilyen mini játék lesz az, hogy elkészítsük a dolgokat. És közben ilyen rém cuki az egész, és olyan jó nyugos hangulata van. Kifejezetten vártam, hogy ezzel játszhassak. Végre. Ja, a zenét most direkt hangosabbra vettem. Szóljatok, ha túl hangos, meg azt is, hogyha nem halljátok eléggé. Ó. Megjöttünk. Gyűjtenünk itt a kis zselé halakat. Hát.
amikor lesznek ezek a... Hát... Mondjuk azt, hogy ilyen félig meddig túlvilági részek. Ahol lehet ilyen spécibb nyersanyagokat farmolni. El kell jönni értük. De ez kvázi csak az első ilyen. Vannak még mások, nagyon. Nagyon szépek. Ó, vége. Igen, ezt köszönöm a tegnapi piáraknak munkát. Hát azért jót tenne a csatornának, hogyha lennének sokan nézők. Chat is kicsit pörögne, izgibb lenne. De egyébként ez annyira ilyen önindukáló dolog. Tehát, hogyha valakit nem néznek sokan, kevesebb vannak, viszonylag kevés a beírás, nem pörög úgy a chat, és hogyha valaki oda téped, azt látja, hogy oh, nincs semmi, megyek is tovább. És hogyha az illető nem produkálja magát külön, és nem valamiért ragadja meg a figyelmet, vagy amit vel játszik, az ragadja meg a figyelmet, akkor ez így is marad. De hogyha meg vannak sokan, az egy olyan öngerjesztő folyamat, tehát sokan vannak, és akkor így begravitálnak a tömegek. Szó szerint a csatornákra. Ezért van az, hogyha bármilyen online felület elér egy bizonyos méretet, akkor már csak a saját tömege folytán is működik. Tehát úgymond ahhoz külön idiótának kell lenni, hogy onnantól egy csatorna úgymond becsődőjön. Hoppá. Jó, nézzük, mi ez itt? Egy kertecske. Az meg még fára lesz szükség, ez megvan. Micsoda cuki konyha. Megyünk is sütni, főzni. Jó, hogy az Viki barátja volt, I see. Ott már ilyen family business Vikijéknél. Jó, blablabla, bla, bla. Tudom, hogy kell. Nagy ölelés. Jó, nincs rám még semmi kaja. Na, mit tudok fűtni, sőzni? Semmit. Na jó, akkor próbáljunk meg. Van kukorica nálunk, meg hal. Jó, a kukorica az szerintem mindig jó, úgyhogy süssük meg az összes kukit. Az gyorsan megvan. Ó, én nekem nem kell ez az 1000 nézős rettenet már. Popcorn, azt Stella szereti is. Mondom, mindenkinek más a kedvenc kajája. Ja igen, mást! Tehát mindent megesznek, viszont vannak úgymond ilyen preferált kaják, és azt ki kell tapasztalni. Tortát zabál. Közben kukoricát. Ó, az evés animáció az olyan, amilyen, de tök jó. Nem, én tényleg annak örülnék, ha azt az állapotot sikerülne elérni, hogy mit tudom én, vagyunk pár százan így mindig, és hát attól függően éppen melyik játék meg ki mikor ér rá, de hogy egy olyan konstans 200 fölötti nézőszámot sikerülne elérni mondjuk évvégére, annak én nagyon örülnék, és akkor az azt jelenteni, hogy
nem kell, hogy így daráljon a chat, tehát Isten ments, de az tök jó lenne, hogyha egy folyamatosan lenne mondjuk percenként mondjuk kettő beírás, és akkor hogy tudtok egymással érdemben beszélgetni, és én is tudok rá folyamatosan reflektálni, és akkor nem feltétlenül arról szólna mindig, hogy én a játékkal meg a játékról dumálok folyamatosan, hanem mondjuk így veletek is. És akkor nagyon sok embernek úgymond kielégíteném azt azon vágyát, hogy beszélget velem. Tudom, ez eléggé hülyén önzően hangzik, ennyi narcizmussal vegyítve, de hogy na, tehát hogy itt beszélgetünk. Na, most kéne farmot telepíteni. Obol. Valamelyik utal rá, de ezt így magadnak kell rájönnöd mindig. Jó, menjünk. Mi a baj? Ja, este nem megy a csónak. Az örök fénynek szüksége van fényre, hogy menjem. Általában az van, hogy egyszerre a hajón ilyen 6-8 lakónál több nem lesz sose, és akkor így nem egyszerre lesznek éhesek, nem az van, hogy minden nap úgy indul, hogy ilyen masszív etetés, hanem úgy felváltva, tehát egy nap mondjuk 2, max. 3 tagot kell majd megetetned. És akkor azok úgy egy ideig elvannak. Menjünk aludni. Itt a reggel. El kell mi? Belőjük az új koordinátát. Ez a kis szigetecske, oda megyünk. Na jó, hát hogyha valahol már ekkora tömeg van, hogy csak subchat van, mert hogy máshogy kezelhetetlen lenne, és még az is pörög. Tehát, hogy az egyszerre jó, mert ugye az azt jelenti, hogy tényleg akkora követettsége van a streamnek, hogy így gyakorlatilag nem kell azon gondolkodnia, hogy így megéri-e csinálni, vagy sem. De ugye néző szempontból ugye nem jó, de tehát azt is úgy veszük, hogy akkor így kvázi egy ilyen extra pszichológiai nyomás van mindenki, hogyha be akar írni, hogy ugye iratkozzon föl szubként. Szia Sajuk, jó gyárépítést! Factory vagy Satisfactory? Esetleg Dyson. Mindjárt ott vagyunk, még egy kis horgászás. Look at that! Satisfactory, jól van.
Na. Mi a bajod? Gyölelés, az mindenen segít. Ja, meg nem ehetik kétszer ugyanazt. Jó, hogy horgáztam egy rakatot. Ideje fát vágni. Ez Switch and Co-ban nagyon mókás, hogy egyszer az egyik meg kell jobbra, a másiknak meg balra húznia felváltva. Stella! Tegyél egy ilyet! Nem eszik. Jó, akkor majd találunk valami mást. Cicus. Cica az úszik, meg csinál mindent. Na jó. Na, required materials. Lightning in a bottle. Ez pedig mező. Hát még ez egy ilyen kicsi hajó. Ideig nézett ki normálisan a hajó. Most már elindulunk az abnormalitás irányába, csak figyeljétek. A field. Egyszerű és elegáns. Találjunk pár magot. Na, irány a következő sziget. Na, addig
elmegyek és sütök valami finomat. Ez a halnak azért kell majd egy kis idő. A snob szarvas. Na itt van comfort food. Black coffee, szereti a fekete kávét. Gyümölcsöt nem szereti. És ráadásul ezek csinálnak nekünk mindenfélét, attól függően, hogy mennyire járunk a kedvükbe. Tehát, hogy ő például vesz nekünk fonalat, meg varrogat is, hogyha jó kedve van. Tehát, hogy így tökre megéri őket így a hajónkon tartani és a kedvükbe járni. Tehát kvázi ilyen kisegítők is. Na és meg is érkeztünk. Hummingberg. Nem lehet elküldeni őket, majd egy idő után, ha így megbékéltek az élettel, vagy hát a halállal, akkor el lehet őket kísérni végső útjukra. Na, akkor megyünk a szigetre, vásárolunk pár magot. Van itt egy ismerőse, egy eladó. Betrókodunk mindenkinek a házába. Nem kell itt szórakozni. Találunk magat ingyen is. Lopunk. Ja, itt lesznek képességeink ennél a boltívnél. Ezek mind lelkek, de viszont csak bizonyos lelkek csatlakoznak hozzánk. Ja, akkor tudjuk ezeket beaktiválni, hogyha elég lelket hozunk a hajunkra. Például itt ehhez kettő ilyen obol kell. Kell még egy utas. Mosómedve. Az nem derül ki, hogy mik voltak előző életükbe. Micsoda árak. Na mindjárt Stellának szólunk, hogy beszéljen vele. Mm.
Te vagy az oka annak, hogy az embereknek van középső ujja. Haladjunk, ahhoz meg már kulcsra lesz szükség. Vagy skillre. Ez egy ilyen tök jó kis cuki város, vagy inkább falu, falucska. Ajaj, odaég a hal. Nem, itt nem ég oda semmi, soha. Hogy lehet nekik énekelni, vagy gitár, vagy zenélni is, és akkor gyorsabban nőnek. Lehet, hogy ezt még nem tudjuk, majd később tanít meg minket rá a következő lélek. De, hogy így zenélünk a növényeknek, gyorsabban nőnek. Ja, a cicus az így nyikereg szépen zenére. Új nap, új lehetőségek.
Igen, itt van az ajtó, vagy hát a cucc. Ide megyünk. Át a viharon. Jó, Stellát ébresszük föl. Beleértünk a viharba. Kár volt öntözni. Csak heringet lehet fogni. Nem, lesz majd sokfajta hal. Megjöttünk Barkensheim Kriegbe. Jó, itt nem tudom mi lesz, de megnézzük. Valaki itt járt volna és leszette volna a bogyókat. Ó, neki van ott. Én már sejtem. Hey, a béka! Beledobott egy citromot a tóba. Ingadozik a bit sebesség for some reason. Brace yourselves. Twitch már megint a helyzet magaslatán van valószínűleg. Rumpi! Nagyon szépen köszönöm a cheert! Tamás, neked pedig a szubot. Ebből még egy hype vonat is lehet, hogyha valaki még beszáll egy picit. Ja, néha megakad, de nincsen frame drop, viszont ez a Twitch oldalán lesz valami. Na, viszont új lakóval bővülünk mindjárt a hajón. Hogy is hívják a béket? Mert nem emlékszem a nevére. De az nagyon jó fej lesz. Ó, be is szállt rögtön. Nem kellett sokat győzködni. A cicat így gurul a golyóján.
Tamás, köszönöm a csírt! Na go, haza! Na, és akkor új tagot köszönhetünk hajónkon. Hú, Rumpi, az ajándék előfizetést is nagyon szépen köszönöm mindenki nevében, vagy bárki nevében, aki igénybe veszi. Ja, de nem lehet most locsolni. Na, Stella! Ő is ismert minket egyébként korábbról, a béka. Az egyébként annyira jó, amikor már így többen lesznek a hajón. És akkor jön egy új tag, akkor ide gyülekeznek, és akkor mindenki így köszönti. It's me, Stella! Your uncle, Atul! Jaj, ő a nagybátyja volt, tényleg. Meglepődtél? Meghaltam, és most itt vagyok. Á, de ez halál jó fej, ez a béka, ezt nagyon szerettük. It's me, a Mario! Ez állandóan éhes lesz. That's a... Hova megy ez? I knew it! Milyen jók ezek az animációk. És most megszerelte a horgász felszerelésünket. Nagyon jó. Arra kell figyelni, hogy most már törik a bot. Nagyon pirul, akkor el kell engedni egy más pillanatra. Ó, és rögtön egy polipot fogtunk. Kikötői... Garnéla, vagy mi? Hatchetery! Üdv a klubban! És köszönöm szépen, és elindult a hype vonat! Csú-csú! Ó, és megkaptuk a második izen obolt, azzal majd akkor tudunk most már skilleket kiváltani. Az elején még macerásabb ez a kertészkedés, később azért könnyebb lesz egy picit. Ja, menjünk vissza ahhoz a szentélyhez, viszont neked nem tudok valamit adni. Halat. Jó, meg neked is. Egy ölelést mondjuk. Skyhunter, nagyon szépen köszönöm a szubokat. Meg az ajándékszubot is. Az a jó, hogy egyébként minden szigetnél kiírja, hogy mi van ott, és mit tudunk még ott találni. Neked is köszönöm szépen, Bokri. Még megyek horgászni. A kék az egy, hát
kvázi határ, amit jelenleg nem tudunk még átlépni, mert ahhoz fejleszteni kell a csónakot. Amúgy a játékkal azért is tök jó, hogy most kezdtem el megint játszani, mert nemrég rakták ki a 2021-es roadmap-et, tehát hogy update-ek jönnek a játékhoz. Na, és most fogunk villámokat kapdosni. Na, viszont ha így haladunk, akár még az 50-es célt is elérjük. Ez tök jó lenne. Na, a béka tanítja meg minket majd villámokat kapdosni. Na figyeljetek, ott elkezdett így fuvolázni. Ah, Jedi erő. És ha van nálunk üres üveg, akkor elkapjuk a villámot az üvegbe. Az a jó, hogyha ezt ketten játszátok, akkor a macskával külön is lehet kapdosni. Hatchet Harry, neked is nagyon szépen köszönöm ezt a tömérdek mennyiségű csírt. Uj. Ez a beállás, ez nem olyan, mint a Tronba volt. Emlékeztek, hogy Tronnak a pószterén van ugyanez, hogy így föltartja azt a valamit, és akkor... De ez tiszta Tron. Jó, egyet elhagytam. Jocó, neked is köszönöm szépen. Aritmeti, neked is. Csír áradat. Várjál, adok neked enni valamit. Ó, jó, nagyon jó zenék vannak ebben a játékban. Imádom őket. Nézzük, van egy limonádénk. Pár szemét, meg mag. Igen. Aztán mindjárt megérkezünk. Jó, megérkeztünk még az éjszaka beállta előtt. Jó, akkor kikötünk itt Hampenbergben. És akkor itt töltjük az éjszakát. Plusz skilleződünk. Tamás Szakó, köszönöm szépen a szuvot. Használd egészséggel, Szakó. Dupla ugrás. Power overwhelming. Haha. M meg mi? Vibrant necklace. Ezt hiszem el lehet adni. Stella itt közben már bartelezik. Lightning in the bottle. Nem, az kelleni fog. A szemetet ő nem veszi meg. Nem. Good job!
Nincs fall damage. A felől nem kell izgulni. Van egy bari. Majd azokat is lehet vinni a hajóra. Ezekkel is érdemes beszélni, mert némelyik adhat küldetést. Linen seed, jó van. Kettes szintű hype vonat hangulatjelet kaptam, meg is osztom. Hype hit. Oké. Sihuhuhu. Jó, és akkor kapjátok a hangulatjeleket. Döbbenet, Twitch így mennyire tolja ezt. De tök jó amúgy, tehát jól ki van gondolva. Ez a metodika, tehát hogy így tényleg motiválja az embert arra, hogy esetleg kövesse is ezt a csatornát, amit már így nézeget. Hú, és te ki vagy? Csak nem. Hú, ez a kígyó lesz. Ez ennek a karakternek a kidolgozását majd figyeljétek meg, annyira ötletes. Jellemzően az ilyen nagyobb városkákban, falucskákban vannak ezek a szentélyek. De majd figyeljétek meg, hogy a játéknak a tónusa is hogyan változik, ahogy így haladunk előre. Tehát most még egy ilyen nagyon szép, ilyen kis csendes falucskában vagyunk. Aztán, ahogy majd haladunk előre, jönnek a nagyvárosok. Na, újabb taggal bővültünk. Herbalista kígyó. Ó, viszont már tele van itt a szállás, itt alszanak. Az a kígyó tök jó, mert úgy csavarja mindig a testét, mint hogy egy kezet formáljon. Stella az nem fog örülni. Viszont adott nekünk cuccot. Jó van. Jó, most nem tudunk navigálni, úgyhogy megyünk aludni.
Aztán majd visszanézek a cápához, mert szerintem bővíteni kell ezt a hajót most már. Kezdjük kinőni. Szigetecske. Hát azt szerintem útba ejthetjük. Ébresztő mindenkinek. Lusta banda felkelni. Na és ő tanít meg minket a kertészkedés csinyád linnyára. A lila-fekete lyuk az a vihart jelöli, és a viharban is vannak ilyen rá... Ilyen, mi ez Isten? Ilyen helyszínek, ahol ilyen spéci dolgok vannak. Bocsi, egy kicsit a párbeszédeket pörgetem. Izgis részhez érjünk. Jó van, aranyoskám. Csináljunk Stellán a kávét, azt szereti. Meg majd lehet kombózni is a receptek, vagy a hozzávalókat, és akkor abból új receptek lesznek. Baromi sok van egyébként a játékban. Fekete kávé, na. Ennek Stella örülni fog majd. Vagy nem Stella, Gwen. Build a garden. Field garden, azaz. Greenhalton Bay. Szép kártád van. Na, első lecke következik. Kerted legyen a szeretet bárkája. Énekelsz a növényeknek, akkor azt gyorsabb fejlődéssel hálálják meg. Aha.
quick time event. És ki is nőtt. A retek. Csak szeretet kell nekik. Meg szubsztrál. Mennyi játékidő lehet ebben a játékban? Hát ha sietsz, akkor 20-30, ha nem annyira sietsz, akkor több. Ja, ez így végtelenségig megy, de tehát ezzel kvázi gyorsítod a fejlődését az elültetett növényeidnek. Végtelenül chill ez is. Na, megkaptuk a kis szütyődet. Stella! Hív minket a szarvas. Na, most kér meg minket, hogy építsünk nekik saját szállást. Gwen szállását megépítem. Ő neki most úgyis nincsen. Ő ilyen kis home lesz jelenleg, és meg is tudom építeni, nagyon jó. Hát oda a konyha fölé. I love it! Hát jó. Na, és kimaxoltuk a barátságfaktort, úgyhogy most már vásárol is nekünk fonalat, meg mindenfélét megcsinál a hajón, amit tud. Így kell ezekkel bánni. Ó, ez nem ilyen vizuális novella, hogy végig pörgeted a chatet, vagy a beszélgetést, és akkor így egy óra alatt végeztél. Ez nem az a fajta játék, itt van teendő, és így kvázi folyamatosan bővülnek a lehetőségeid és a feladataid. Megcsinálhat, szóval jóféle. Az a sikerült most jól eltalálni. Copper! Csokolom! Ez nagyon jó játék, tehát, hogy
Én úgy viszonylag ritkán mondom azért azt, hogy gondolkodás nélkül vedd meg a játékot, amit így mutatok nektek. Meg kötelező darab, de ez az. Tehát ez annyira jó, ez a játék, annyira jól össze van lakva, és tényleg látszik, hogy lelke van. És tényleg egy élmény vele játszani. Hello! Egyél már valamit. Nagy ölelés. Hát persze azt mindenki tudja magáról, hogy őt lekötnie vagy sem. De ha tetszik, akkor ne habozz. Ó, találtunk egy gyűrűt. Ezt el lehet majd passzolni szerintem a mosómedvénél, sok pénzért. Valakinek már túl nyugodt a játék. Na, itt vannak ezek a medúzák, amiket szintén lehet így farmolni. Szerintem elugrok Alberthez. Ezt a rossz időt így majdjuk adunk magad. Furcsa álmai vannak hetek óta, egy óriás kígyóról. Jaj, az óriás kígyó! Ho-ho-ho-ho. Talán még sötétedés előtt odaérünk. Meg mondom, tehát, hogy én ezt a játékot a gyerkőccel közösen játszottam, és úgy tettünk bele, nem tudom, 30 plusz órát szerintem. Tehát, ha van otthon gyerkőc, akkor ezt is tudom ajánlani. Mi mondjuk Nintendo Switch-el játszottunk, ahol úgy ugye a két Joy-Connal még külön élmény. Egyikünk a cicát, a másik meg Stellát irányítja. Ó, nincs több mag. Jó, mindjárt lemegy a nap. Addig még, amíg odaérek, szerintem kettőt orgászhatok is. Message in a bottle. Hát, igen, tehát az indie gémek készülhetnek. Ez nem volt jó. Az indie gémeknél, indie játékoknál érhető tetten az, hogy azok tényleg szívből, szeretetből készülnek, még ha nem is feltétlenül annyira jók, vagy olyan robosztusak. Hogy ugye sokszor azt érezzük, hogy így hiányoznak belőle dolgok, amik tök jók lennének, de tényleg, tehát inkább már azokban találod meg azt a klasszikus értelemben vett játék, videójátékot, mint sokszor a triplában. Nem azt mondom, hogy nincsenek jó triplás játékok, de itt van az eladó, Boltos bácsi. Francis. Hagyma ember. Ő ilyen vízi ócskás, és időnként így össze lehet vele futni.
még a feje is így bűzöl egy picit. Hát én tehát viszonylag ritkán játszom már AAA-s játékokkal. Szívem szerint a legjobban egyébként az ilyen kicsi, vagy inkább a közép, nagyságú stúdiók játékait preferálom, mert egyszerűen ott megvan már az emberi erőforrás arra, hogy valami nagyon királyat rakjak össze, és mennyiségében is számottevőt. Viszont még nem ment el abba az irányba, hogy elsősorban a részvényeseknek, meg úgy bármi másnak készítsék a játékot, hanem megmaradtak ahhoz a földhöz ragadtságnál, hogy úgymond a játékosoknak készítik a játékot elsősorban, és nem a marketingnek, meg a könyvelésnek, meg a részvényeseknek. Sawmill, jó. Kicsit megnöveltük a kasztnit. Ó, mailbox még nincsen, majd lesz. És például nekem vannak ilyen a stúdiók, akiknek a munkásságát kifejezetten szeretem, és még eddig soha nem kellett bennük csalódnom. Például ez a Thunder Lotus csapat is ilyen. Egyébként. Loom. Quartz. Coal. Sawmill. Quartzot kell akkor találni. A vendor pedig eltűnt. Kis chilles zene, gyorsan kinőjön a növény, ezt elültetessük az újabbat. Aztán ezeket a melódiákat is lehet majd fejleszteni, hogy még hatékonyabbak legyenek. Igazándiból én azt szeretem, amikor egy AAA-s játék tényleg úgy viselkedik, mint egy AAA-s játék. Jó, mondjuk ki ne szeretné azt. Tehát amikor úgy ott van a tartalom, a mennyiség és a minőség. És azok azt tükrözik, hogy ezen tényleg 100 plusz ember dolgozott, vagy akár 300 plusz. És nem csak úgy össze lett gányolva. Na, mindenütt készen vagyunk. Hát most ott van ez a Square-nek az új kis shootere, looter shootere. Mi ez? Az Outrider. A demója az tök jó volt. Nekem tetszett. Jó, random növény, meg répa. Tehát úgy tetszett, hogy úgy éreztem, hogy rendben volt. Játszani nem akartam vele többet, mert most érted, ott van a Mass Effect, ugyanezt tudta, az ingyenes Warframe sokkal jobban tudja, aztán most kijött, és most nem tudom, milyen a játék így teljességében, de azt tudom, hogy annyi gond van vele, legfőképpen technikai. Anyáznak miatta rendesen most mindenki. Valamit főzni kéne. Főzzünk valamit. Hmm.
sült kalamári. Chucklefish, nagyon szeretem annak is a játékait, meg azok tökre rendben vannak, tehát nem vállalnak nagyot, idézőjelben, de azt viszont szállítják, amit csinálnak. Igen, egyébként amint egy videójáték készítő cég kimegy a tőzsdére, onnantól nem lesz ugyanaz. Akkor a Larian, akit nagyon szeretek, Divinity-vel. Az Amplitude-ot is szeretem. Nem tökéletesek a játékaik, de tehát, tényleg nagyon minőségiek egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó kis stratégiai játékaik vannak. Ó, nem égett oda a kalamári. Squid Skewer, ez az. Ebből is süssük meg. A régi Blizzardosok új stúdiójára én is kíváncsi leszek. Ezek mit alkodnak a Dreamhaven-nél. Jó, csinálunk egy deszka készítőt. Hát igen, lassan egyébként a két év az itt van, hogy jó lenne, ha valamit így mondanának, hogy mind dolgoznak, aztán talán a jövőre megjelentetik, mondjuk a kisebbeket. De mondom, ha ilyen kaliberű játékok, mint ez, tehát hogy így nem kéri a világ összes idejét, tehát nem így viszonyul hozzá, mint a mostani nagyok, hogy így ez az, games as a service, full online, csak online játszhatod, még akkor is, ha single player, vagy 95%-ában csak single player lesz, akkor is csak online játszhatod, és ez aztán a világ legnagyobb játéka lesz, meg mit tudom én, és akkor így érted, kijön, játszol vele 10-20 órát, megunod, az dobod el, mint egy szemetet. És igazándiból nem hagy benne túl mély nyomot se. Szóval, ja. Kis téhes. Ölelés. Te mit csinál, ha jó kedve van? Örök, bejelölte nekünk, hogy hova kell menni. Ja, igen, itt van a vendor, és oda megyünk. Haha! És tőle fogunk kvarcot szerezni. 2024-re, de az a nagyobb lesz, vagy kisebb? World of Warcraft, tehát hogy az... Az egy ilyen historikusan jó játék. Jó, vannak jobb meg rosszabb kiegészítői, de alapvetően az még abból az érából származik, amikor még ezek az online játékok úgymond újak voltak, és meg tudta őrizni a WoW ezt a lendületét azóta is, az elmúlt 15 évben már lassan, vagy igen, 15. Hú, tényleg üzenet a palackban. Ezt nézzük már meg. Thank you.
fel. Tengeri szemét, ez az! Le lehet szedegetni a kajdókat is a hajó oldaláról. A Path of Exile-t azt nagyon sokan dicsérik, én nem játszottam vele sose, de abból jön a második rész, és abból már lehet, hogy így benevezek. Mert érdekel. Kész a kaja. Rák koktél. Nice. Na nézzük, répából mi lesz. Hogy nőtt ez vissza a fejedre ilyen hamar? Hihetetlen.
legyen már jobb kedved. Ja, most ez a sárkány kicsit belombozta, lelombozta a hangulatát. Nem baj, addig... Szedünk egy kis gyapotot. Igen, vízikígyóról is lehet bányászni, ráadásul több is lesz. Több fajta későbbiekben. Nézzük. Aha, és ehhez kellett a kvarc. Megcsináljuk Stellának a kis butikját. Vagy Gwennek, bocsánat. És ő majd itt varrogat nekünk. De tehát mi is varrogatunk majd magunknak. A szövőszék. Pont annál a kis pöcöknél engedem el, akkor dupla annyi cuccot csinál. Benne kell lenni abba a kis vonalzóba, hogy jó legyen. Viszont ha annál a kis aranyszínű akárminél engedem el, akkor dupla annyit készítek. Csinálsz. Kész a kaja, füstöl, kégli. Szegény Gwennek ott a házát, begyújtjuk alulról. Grillezett zöldség. Ebből tudunk szenet csinálni, ha fát tüzelünk. Majd lehet bányászni is idővel. Na! Jó, hát akkor a deszkagyár. Jó, és akkor mi kell? Ja, ehhez meg majd szén kell. De akkor elvileg már majdnem mindennel megvagyunk. Mivel meg kell lennünk. Célt. Most egyelőre itt a tengeren, az esőben töltjük a éjszakát szerintem. Csináljunk pár deszkát. Bejelölő, hogy hol kell vágni, akkor jó lesz.
Jaj, és mit akarsz? Építsünk neki egy házat? Aha, innen fúj a víz. Fúj a víz? Miket beszélek össze-vissza? Innen fúj a szél. Na. A túlnak is most már egy házat tudunk csinálni. Ezt itt ne. És ez jó sok deszka kell. Jó, kicsit átrendezzük itt a körletet. Hát még egy konyha elférne igazándiból. Ja, de el kell menni fát vágni, viszont ezt már csak holnap tehetjük meg. Igen, mondhatjuk úgy, hogy kell velük repúzni egy picit. De nem vészes, tehát ha csak játszod a játékot és simán csak néha ott elhalsz nekik és beléjük tömsz kaját, akkor egy idő után már jóba leszel velük annyira, hogy csinálják, amit kell. De akkor sem történik semmi, ha nem csinálsz velük semmit. Tehát így nem büntet a játék azért, hogyha ezt nem akarod csinálni. Na, mászunk ki innen az esőből. Ébresztő hétalvú banda. Maggiore. Back to the past. Jó, magukból kifogytunk, csak ezt várjuk, hogy kinőjön. Aj, mi van? Ó, kapdoshatunk villámokat? Jó van. Na, csapassod. Gyerekek, a valóságban nem
rakjuk üres üvegbe a villámot, úgyhogy ne próbáljátok ki ott. Most már kimertnénk az esőből, már tényleg nagyon lombozó, nem? Ja, nem lehet minden villámba beleállni sajnos. Így bepalackozni. Palackozott villám. Ó, el calamari. Még egy, szuper. És meg is jöttünk a szigetre. Pedig már akartál áramot gyűjteni üres üvegbe, igen, az jó lehet. Javaslom inkább a napelemet. Fokkal veszélytelenem. Ugyanakkor környezetbarát. Oh, a visitor! Na, kapunk egy kis turisztikai eligazítást. Ja, ez ilyen távol-keleti, ilyen nyugi falva. Rizsföldek. Ha eddig nem lett volna elég csillajáték, akkor majd most. Na, én ezt fogom is jól kivágom a macskával. És ez egy újfajta fa. Lehúzott minket 50 pénzzel, nem baj. Van egy kecske. Folyamatosan zabál. Rolcsúsz, szia! Köszönöm szépen a csírt, neked is szép estét! Megjavítja az épületeket, fát gyűjt, és deszkákat gyárt, ha nagyon jó kedvében van. Eper! Nézzük, hajt van valami. Aztán itt lesz egy sziget arrafele. Citrin, igen. Ide nem tudom, hogy lehetne felugrani.
Hát nem tudom még. Tehát, hogy azt hiszem nem találtam még ki, hogy itt mit lehet csinálni. Ó, itt van az ócskás. Kell vadásszam megint. Ebből mi lesz? Remélem valami jó cucc. Ezt nem akartam megvenni. Whatever. Citrin az elég jó áron megy, de mondjuk azt is fogunk tudni szerezni későn. Na, ő is szívesebben lakna valahol egy rendes házikóban. Ahol meditálhatna. Summer, na így hívják őt. Jaj, ezt kivettek idő előtt, nem már. I've got a surprise! Szedett nekünk még egy kis epret. Jó. Na, és most mit szeretné? El ne menj! Hatalmas egy köcsöggel utazik itt a vízen. Ja, ő a lom is. Abszolút. A büdös hagyma. Hogy állunk? Mindjárt kész, mindjárt kész. Hú, azért ott van hőfok. Maradjál hagyma ember. Ez az. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Itt. Van, ezt kéne megépíteni majd. Illetve oak plank, meg limestone. Na, azt meg kell, kellene gyűjteni.
Nézzük csak a térképet. Ó, két új sziget. Villa Maggiore. A japán része a túlvilágnak. Bye bye! Semmi. Ezek itt próbálnak már éjszaka aludni, én meg itt a fejük fölött fát vágok. A legjobb házigazda ever. Már végig is ők laknak az én hajómon. Az, amit én mondok. Meggyűjtünk. Iwashima Countryside. Szia, Yoda mester! Ha nem a nyilak mentén vágod, akkor kapsz fát. Ha a nyilak mentén vágod, akkor kapsz több fát. Lenniból csak ennyi. Ennyi a lényeg. Ó, béka az már zombi üzemmódra váltott. Limestone kellene, és akkor ott látjátok, mennyi deszkát vágtam most így egy gyűjtőhelyemből. Ja, szén kéne, meg limestone, és akkor megépíthetnék mindenkinek mindent. Viszont abból a fából még vágok, mert most úgy bennem van a bugi. Meg ezt így könnyű vágni már az előzőhöz, ezért elrontom. Tehát, hogy minél kisebb szint úgymond a fa, annál könnyebb ezt így vágni. Nem olyan krikszkrakszokat ad. Könnyebb követni a menetet, bár én ezt is elrontom. Tökéletes volt. Na, este megteremtek itt valami új kéglit. Ja, de nem teremtek. Mi ez? Adults Workshop, vagy igen, a Tools Workshop. Ezt meg tudom építeni. Jó nagy. Thank you.
egyet lehet. Jó, és akkor a kígyónak kell még cucc. Ja, akkor majdnem meg vagyunk mindennel. Arcpakolásban alszik, hogy beszarok. Menjünk ki a szigetre. Képesség. Kis játék, Yoda mester. Végtelenül cuki. Még annál is megnyugtatóbb, és tele van mindenféle izgi dologgal. Egyél valamit. Hát kell neki adni popcornt, hogy jól érezze magát. Hát ez nem egy Outlast. Igen, attól egy kicsit távol áll. Már oda kell felugrani. Tetris pova. Jó, igazándiból elmegyünk a kígyóhoz. Vagy a kígyóhoz. Toroyama, Mount Toroyama. Ébresztő. Hey,
kofi. Mindjárt popcorn. Outlast Kid Edition? Nem. Oh, now look at that! Ez az, mennyi deszkát vágni, úgy van. És itt van neki egyébként egy ilyen nagy medence, és abban alszik este. Ne, csak csináld, termeld a deszkát. Kezdődhet a villámvadászat. Részek, ahol konstans vihar van. Nem az, hogy gyakran van vihar, hanem bizonyos helyeken mindig vihar van, valahol meg sok sincs. Ez a jó pénzszerzési forrás, gondolj bele, kiállsz a viharba, és akkor villámokat kapd a sor. Cica! Bele csak cicába a villám. Mi volt ez? Vaj, ez aztán növény volt. De ez ilyen megérős volt, nagyon. Kész is. Ah,
lesz. Megérkeztünk. Jófej nagybácsi. Na, kaptunk kitchen upgrade-et. Konyha fejlesztést. Linen fabric kell hozzá. Szia, Szefi! Igen, ez nagyon chilles game, és nagyon jó. Tehát nem csak ez, ez nem az a típusú játék, hogy ilyen tök nyugis, végtelenül alaranyos, és kész, hanem van mögötte rendes gameplay és tartalom. És nem is akármilyen. Na, ne viccelődj! Tedd, amit akarok. Olyan ezt kellene, ha line-en kell. Kicsit nagyobb hajó. Massive size. Végén meg már kolosszus méretű hajó lesz. Dauntless dolphin. Silent orca. Postaládát. A malom még annyira nem kell. Itt van az Icebreaker. Ezt fogunk elvenni. Holbert töllevél. Na, mi van benne? Ó,
Itt az ócskásunk. Szóval, ezt nem fogunk tudni beváltani. Nagyobb hajókra több kertet is lehet majd tenni. Nézzük az új célt. Azt mondja, hogy... Map log kell. Már nincs. A kígyónak mondtam a házát csinálni. Végre. Így, Dani. Tökéletes. De még majd be fogok tudni valamit szuszakolni. Így egy kicsit értelmesebben néz ki a középre rakom, nem olyan lehetetlen a struktúra. Vagy esetleg így. Nem, akkor ott meg túl sok hely marad ki. Vendégház foglal túl sokat. Mondom, hogy ilyen kis Tetris. Igen. Tetris is van benne, abszolút. Ja, hogy a kígyó az már birtokba is vette. Jó, nem szarozott. Következő utunk. El
kéne nézni ide. Kaptam új levelet. Ébresztő. Jó, most már mindenkinek van háza viszont. Na, neki meg tetszik az új kégli. Fából van, növények vannak vele. És még meditálni is lehet benne. Kávé az hamar kész van. Ja, megy ott zenélni és a növényeinknek tök jó fel. Hogy ilyen mindenes eszköz az a fény nálunk. Hát legalább az eszközökkel nem kell vacakolni. Na, hogy van Gwen? Veszek a zsidó hót, vagy nem hót, hanem mi az már? Zsidó mosómes medvétől veszek cuccot. Vagy a skót, azaz skót mosómedvétől. Hee 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 hee!
annyira hangulatos ez a kis városka. Na, nézzük. Mi van? Vágjunk át ide. Most jó hosszú út lesz. Nézd, Gusztellácska, nem felejtettem el. Igen, villámkapdosás, igen. Abban van a nagy pénz. Üres üvegekkel. Ez nagyon funky, ahogy feltartja azt a medált, és akkor itt belecsap a villám. Jó, hogy fából van a hajó, és nem vasból. Csinálja nekünk a cuccot. Legalább valaki dolgozik. Ne, ne, csinál csak. Jó lesz, vagy a ráják? A ráják. Nem baj, legalább abból itt gyűjtünk.
volt az ott fönt esélytelen. Jó, medúzák, na. Zselé és tengeri állatok. Itt az, hogy olyan magasan jönnek, az azt feltételezi, hogy majd olyan magasra is tudunk építkezni. Ó, és mindjárt lemegy a nap. És megint esik. Bemegyek a kis kunyhómba. Nézzük csak, hol vagyunk. Ja, ott megyünk el most a sárkány mellett. Talán még a viharzónába is bemegyünk. Hát nem biztos, hogy odaérünk még az este beállta előtt. Ja, és ide kéne elmenni. Ja. Az meg a gyártelep lesz. Jó, ezt a vihart hagyjuk most ki. Ez a legjobb, ez a kis luk. Van egy függő ágy, és akkor ott lehet aludni. Szép nyugisan. Kiérünk még a viharból. Ja, ez már nem a vihar, ez már csak az eső, de mindjárt kiérünk. Remélem még odaérünk az este beállta előtt. Jó, a viharból kiértünk. Ja, a legszűsödött befeküdnék, olvasgatnék, a hajó az megy magától. Szépen, most menjünk el a sziget mellett. Tök jó, hogy így ott hagyod a karaktert, akkor is így csinál mindig valamit. Hát nem értünk oda sajnos. Megállunk. Jól van, fiúk, lányok, na! Hát így első nekifutásra szerintem ennyit gondoltam Spiritfarerékből, de folytatása következik. És mit szóltok ahhoz, hogyha holnap este folytatjuk ezt?
Remélem, hogy tetszett nektek is a játék, és szívesen néznétek. Ha igen, és még nem vagytok feliratkozva erre a Twitch csatornára, akkor tegyétek meg, és akkor követni fogjátok a tartalmakat. Alapvetően most azt terveztem, hogy ezt a játékot kivisszük, aztán majd nem tudom, hogy hová vezet utunk így a videójátékok terén, de minden esetre most ez a Spiritfarer, ez így nagyon-nagyon jó lesz szerintem nekünk. Na, előre láthatóan akkor holnap vasárnap, holnap este is ilyen 6-7 óra magasságában akkor jelentkezem és jövök, Spiritfarerezni fogunk, és hétfőn pedig itt lesz a CubeCast. Először is. Nova, nagyon szépen köszönöm neked is a szobot. 25 egymást követő hónapja, úgyhogy wow. Na, több mint 2 év. Ja, itt igazi veteránok vannak. Úgyhogy hétfőn itt lesz a CubeCast. Debütálunk itt a Twitch-en. És aztán szerdán valami játék. Ha a Stellaris addigra hozzám kerül még a DLC-vel, akkor Stellaris. Egyébként az is lehet, hogy a Spiritfarer-t visszük tovább, vagy esetleg visszanézünk a Valheim-hez, vagy az Evil Genius, ugye, mint olyan, az most szintén itt van a képben. Mindegyiket nagyon élvezem, úgyhogy ja, lehet egyébként frissítem most így a Twitch oldalon, hogy most az aktuális játékok micsodák, de én most így azt szeretném, hogy úgy 2-3 játéknál többet nem pörgetni egyszerre, mert nem győzöm. Még akkor is, hogyha sajnos, vagy hát nem, sajnos vagy nem sajnos, így bejön időközben egy-két olyan játék, amit ki akarok próbálni, mert hogy tetszik, és így bejön, és aztán még ha végén meg is marad, akkor mármint úgy megmarad, hogy így szívesen játszanék vele tovább, így streamben. Na az az igazán nagy szívás, mert nincs ennyi időm streamelni sajnos. A CubeCast-et azt csináljuk továbbra is. Most volt egy nagyobb szünet, mert ugye Viktoréknál jött a baba. De most folytatjuk. Annyi változás, hogy most itt Twitch-en fogjuk folytatni. Megnézzük, hogy mi van. Egyszerűen az van, hogy YouTube-on már ez a podcast annyira nem nagyon megy. Itt Twitch-en viszont, ha annyian nézitek, mint YouTube-on, akkor az tök jó lesz. És teljesen más a közösség, és utána még a podcastet fel tudom tölteni YouTube-ra. Most így vacilálok, hogy külön csatorna, csak azt meg így úgyhogy lehet, hogy az is most a volt csatornára fog menni, aztán majd meglátjuk a többit. Na, a cica kidőlt. Jól van, úgyhogy előre láthatólag most ez lesz a haditerv, holnap találkozunk. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Sztár vendégek? Nem. Egyelőre nem terveztük, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy megint berántunk egy-két embert majd itt Twitch-en. Na jól van, jó éjszakát. Sziasztok!